Én azt mondom, hogy inkább mikrovállalkozókra számítunk. 3-tól 6 millió forintig tudnak nyerni ezen a pályázaton, visszanemtérítendő támogatásról van szó, mezőgazdasági vállalkozók esetében pedig 4,5 millió forint a plafon. Tehát, hogyha egy gyors számolást végzünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében Magyarországon kívül egy olyan 120-130 pályázóra számíthatunk. Fontos tudni azt, hogy kell hozzá a magyar állampolgárság, viszont Szlovákia és Ukrajna esetében megelégszünk a magyar igazolvánnyal is.